Idén ünnepelte fennállásának 25. évét a Fehérvári Kézművesek Egyesülete. A szervezet idén is számos ünnepi programmal készült a kézművesség iránt érdeklődőknek. A karácsonyi vásárba kilátogatók többek között benézhetnek a főutcai faházukba is, ahol az egyesület tagjai által készített minőségi kézműves alkotásokat, használati és dísztárgyakat árusítják az adventi időszakban. Szenci Jánosné elmondta, az adventi forgatag mellett a Rácz utca is tartogat meglepetéseket. A kovács műhely nyitva lesz, tehát hétvégeken lehet kovácsolni, ki lehet próbálni, akár kis akasztott kampot készítetnek gyerekek, felnőttek egyaránt, bent pedig karácsonyfa díszek készülnek, apró ajándékok, gyapjúból, fából, fonalból, papírból, szóval mindenféle természetes alapanyagból. A Fehérvári Kézművesek Egyesületének faházába Cserpalkovics András polgármester, Lerner Zsolt alpolgármester és Brájar Éva önkormányzati képviselő is betért, akik a látogatás alkalmával polgármesteri elismerő emlékérmet adtak át Szenci Jánosné elnök számára. Tudni kell, hogy az idén ünnepli Fehérvári Kézművesek Egyesülete 25. évfordulóját, születésnapját. A közösség minden tagjának Isten értesse, és boldog születésnapot kívánunk. Ezt egyébként a város más módon is meg fogja tenni. Megtette 23-ban is, megteszi az 24-ben is, de úgy éreztük, hogy ez az alkalom jó lehet arra is, hogy a csapat kapitányát, a közösség vezetőjét, elnök asszonyt köszöntsük, és megtisztelő volt számomra, számunkra, hogy a polgármesteri elismerő emlékérmet, ami önmagában is egy kis művészeti alkalom, neki most átadhattuk. A polgármester kiemelte, a város egész közössége nevében köszönetét fejezi ki Szenci Jánosné és a jubiláló egyesület tevékenységéért. A Fehérvári Kézművesek Egyesületének munkáival, programjaival december 24-ig a Fő utcán, illetve december 16 és 17 között a Rácz utcában is találkozhatnak a járókelők.